December 7-én, kedden köszöntöm a Szentes Televízió nézőit. Mai napon sportmagazinunk jelentkezik, amiben megmutatjuk a Hungerit Kupa második játéknapjának összefoglalóját, valamint egy stúdióbeszélgetést is láthatnak Benedek Tibi bácsival és Bocskai Istvánnal. Mindezek előtt azonban a napi aktuál című rovatunk kezdődik hamarosan. Érdemes lesz a mai napon is bennünket választani. Már is kezdünk, most már nem menjenek túl messzire. A koronavírus okozta gazdasági válság után Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra. Emlékszünk a múlt kudarcaira. A Gyurcsány korszak végén a minimálbér alig haladta meg a 73 ezer forintot. Mégis vannak, akik visszafordulnának. Most előre kell mennünk. A kormány 200 ezer forintra emeli a minimálbért. Ezzel a minimálbér közel háromszorosára nő 2010-hez képest. A kormány azon dolgozik, hogy Magyarország megerősödve kerüljön ki a válságból. Magyarország előre megy, nem hátra. A Szentes Televízió napi aktuál című rovatát látják a tartalomból. Gyerekkuckó elnevezésű gyermekprogrammal, valamint Kökény Attila koncerttel kedveskedett a város advent második hétvégéjén. Stúdiónkban Baranyi Lillával, a Szentesi Egészségfejlesztési Iroda vezetőjével beszélgetünk, lássuk a részleteket. A Szentesi Művelődési Központ hagyományteremtő céllal rendezte meg a Gyerekkuckó elnevezésű programot a Szecessziós Házban. A mesefelolvasás után a kézműveskedésben próbálhatták ki magukat a gyerekek, illetve a felnőttek egyaránt. A programmal egy időben a Kossuth téren pedig Kökény Attila, a Megasztár egykori második helyezettje lépett fel, és varázsolt el hangjával a szentesieket. Lehet számítani a Szentesi Művelődési Központ vezetőségére és munkatársaira, mint hogy az elmúlt években is lehetett számítani járuk, és nem csak gyerekprogramokban, hanem bármilyen olyan típusú programban a városban, ami egy kicsit a kultúra, a művészethez tartozik. Itt az adventi időszakunkban ugye szeretnénk kültéri rendezvényeken egyre színesebbé, vidámabbá tenni a várost. Ennek tegnap volt egy kis apropója, ugye a fényfestés, az új fotópont kialakítása, ahogy érzékeltem és ahogy láttam, Szentesváros lakosságának és az ide látogatóknak nagy örömük rejt. Ezekben az attrakciókban ugye ma délután koncert lesz majd kint, egy kicsi hűzsös, didergős nap van, viszont a Művelődési Központ munkatársai bent ide egy kicsit olyan családiasabb programot is szerveztek. Itt 3 órától 6 óráig ma kézműveskedni lehet, egy kicsit a kezünk ügyességét javítani, és úgy látom, hogy a gyermekek már nagyon maguk újnak érzik a kézműveskedést, és 3 asztalon megy ez a kis kikapcsolódás, és van egy ilyen kedves momentum is a gyerekek részére, hogy így fél óránként, óránként, több napon keresztül felkérésre mesét olvasunk a gyermekeknek. Láttam, hogy egy kicsit jobban izgulnak már, hogy a kézműveskedéssel mi lesz ma délután, de öröm mesét olvasni. Én a Diótörőt olvastam el nekik, azt hiszem egy olyan kis klasszikus történet, amely ezt a kis vágyakozást az ő szemszögükből mutatja be, ami így Mikulás és karácsony környékén őket érinti, és azok az álmok fogalmazódnak benne meg, mint ami talán mindannyiunkban is megfogalmazódott gyerekkorunkban. Mit látott a gyerekeken, miközben olvasta a mesét?
Azt láttam, hogy érdeklődéssel figyelik azért, és a történet fonalát próbálták követni. Én meg a könyvet próbáltam, a mesekönyvet mutatni, hogy a képeket is bebírják azonosítani, de az idősebbeken láttam, az idősebbek gyermekeken láttam jobban, hogy úgy viszik a fonalat magukkal. Természetesen a kisebbeknek pedig a hercegnő, a herceg, és ezek a kis kézzelfoghatóbb történeteken, vagy egy kastély, ez azért jobban úgy látom, hogy az ő fejükben jobban realizálódik. Aztán utána még beszéltünk egy pár szót arról, hogy tényleg jó ajándékot kapni, és tényleg jó az ajándékokkal álmodni, és aztán utána használni, szórakozva játszani velük, úgyhogy ez ugye a személyiségüket nagyon szépen fejleszti mindenkinek, aki azért gyermekkorában ilyen örömökben volt része, az mégiscsak egy kiegyensúlyozott felnőtt lesz, és egyszer majd rájön hosszú-hosszú évtizedek után, hogy ugye adni jobb, mint kapni, és azért az a boldogság, amit a gyermekek arcán látunk, az azért az nagyon sokat jelent felnőttként. Azt gondoltuk, hogy ezeken a karácsonyi adventi hétvégéken szeretnénk a kicsiket és a nagyokat is vendégül látni. A kézművöskedés egy olyan dolog, ami igazán közösségépítő, és most van a legnagyobb szükségünk arra, hogy közösséget építsünk. És azt reméljük, hogy ez a későbbiekben is évről évre így lesz, hogy minden évben kézműveskedünk, és azért ezt a helyszínt választottuk, mert azt gondoltuk, hogy ha nagyon hideg lesz, akkor ez lesz a legkellemesebb. Egy igazi kuckó lesz a gyerekeknek is. És a mesefelolvasás pedig azért fontos, mert sokkal többet lehet belőle tanulni, mint egyébként bármi másból, és azt szeretnénk, hogy minél több tanulsággal gazdagodjanak a gyerekek nálunk. Miben próbálhatják ki magukat a gyerekek, miket tudnak csinálni? Jelenleg rénszarvast lehet készíteni, ilyen WC Guri Gábor. Ez tulajdonképpen egy újrahasznosított megoldás. Lehet készíteni dekopás technikával üveget, ami utána mécses lesz. A későbbi hetekben újabb és újabb dolgokkal kedveskedünk. Szeretnék egy ilyen karácsonyos hőgömböset készíteni majd, egy csillámos manót is készíteni, a kisebbeknek majd papírtányérra, Mikulás, úgyhogy nagyon sokféle dologgal készülünk, és ne felejtsük el, hogy lehet színezni is. Reggenteken vannak, gondolom ez jó leső érzés azért a művelődési központnak, hogy számíthatnak a gyerekekre. Igen, nagyon jól esik, és nagyon örülünk neki, hiszen mi is így leszünk igazán, így kerülünk igazán karácsonyi hangulatba. Mikor lesz tehát elérhető legközelebb ez a gyerekkuckó, és mikor lesz még azután elérhető? Szombaton 15 órától 18 óráig, és azutáni héten is, december 18-án is lesz 3 órától 6 óráig a kézműveskedés ezen a helyszínen, a Szecessziós házban. Lesz-e bármilyen meglepetés még ezen kívül, vagy mindegyik hétvégén ugyanígy lesz a tematikája ennek a napnak? Hát minden meglepetés nem árulhatok el. Lesz, számíthatnak rá természetesen. Mindig más és más meseolvasó lesz, úgyhogy mindig érdemes betérni egy kicsit. Kimennek a térre, isznak egy kis forró csokit, meghallgatják a műsort, most ugye Kökény Attila következik, utána pedig jöjjenek be hozzánk és melegedjenek és kézműveskedjenek velünk. Milyen volt fellépni a színpadra, milyen volt ezt a rengeteg embert látni, a karácsonyi fényeket, az adventi hangulatot, a forradt bornak az illatát? Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hát ez egy óriási érzés egyébként, nekem az egyik kedvenc ünnepem a karácsony, én nagyon szeretem, és hogy szeretem azt, amikor így nyüzsgés van, meg látni azt, hogy az emberek ilyen kis meghitten elmennek, boroznak akár, vagy egy jót esznek, kint vannak az utcán. Én ezeket mindig szerettem egyébként, meg szeretek is fellépni járni, csak most nem készültem, nem hoztam nagy kabátot magammal, azt hittem, hogy nem szabad térlész, mert nem olvastam el az egyeztetőt, egy kicsit hideg volt.
Én úgy emlékszem, hogy voltam már többször Szentesen, csak nem szabadtéri volt, amikor én voltam, hanem egy ilyen nagyobb, nem tudom, sportközpont, vagy hangár, vagy sportcsarnok, nem tudom, valami ilyesmi volt, igen. Tehát szeretek erre a környékre járni. Nyilván némi picike kötődés is van, mert ugye a Megasztár óta ugye a fiúkkal jobban vagyok a Toncsékkal, és hogy amikor lejöttem Szentesre a sportcsarnokba, akkor talán azt hiszem közös fellépésem is volt velük. De ez már nem most volt, ez már jó pár éve. Milyen dalokat hallhattunk ma tőled? Hát hoztam saját dalokat. Nyilván én nem nagyon szoktam amellett elmenni, hogy nem éneklek jó feldolgozásokat, mert nagyon szeretem a magyar dalokat, szeretem a jó régi nagy énekeseknek a dalait, úgyhogy volt fele-fele arány, hogy volt saját dal, meg volt feldolgozások. Voltak jó Máté Péter, Kovács Kati, Katona Klári. Milyen volt a szentesi közönség? Jó, azt azért érezni, hogy hideg van, és nem nagyon láttam a kezeiket, de attól függetlenül jó hangulat volt. Én azt gondolom, hogy jó hangulatban ment el, és jót tudtunk egy picit bulizni. Megasztár második helyezett vagy azóta, hogy érzed a pályafutásodat? Fú, hát nem panaszkodom, hál' Istennek, úgy megvagyok. Tök jól érzem magamat, nagyon jót tett a Megasztár nekem legalábbis. Nyilván nem nyertem meg, de azt gondolom, hogy jó úton haladok azzal, hogy most már maradjak is ezen a pályán, és hogy talán inkább úgy gondolom, hogy köztudatban maradjak. Advent időszaka van, ugye hamarosan itt van a karácsony. Mit üzennél a szentesieknek? Hát azt üzenem a szentesieknek, hogy nagyon vigyázzanak egymásra. Sok-sok boldog karácsonyt szeretnék nekik kívánni. És hát boldogabbat, békésebbet és egészségesebb karácsony mindenkinek. Figyelj, közös! Szentes! Nincs sem! Mi minket a végén nincs, de még se bánom, még mindig várom én, hogy újra visszatér. Na még egy közös, nincs sem. Mi minket majd újra, mert nincs sem csoda, s te még se bánom, még mindig várom én, hogy újra visszatér. Kedves nézőink, néhány hét van már csak karácsonyig, mindenki az ajándékok után futkározik, és arra gondol, hogy vajon mit tegyen majd a terített asztalra. Karácsonykor a bőség zavarával küszködünk, és nem is igazán figyelünk arra, hogy hány kalóriát, meg mennyire zsíros ételeket fogyasztunk. Pedig nagyon fontos lenne a mértéktartás, ebben fog nekünk segíteni az egészségfejlesztési iroda vezetője, Baranyi Lilla. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és tényleg ennyire fontos és égető probléma ez, hogy karácsonykor ugye mindent megengedhetünk magunknak, mondják sokan. Igen, én is köszöntöm a nézőket. Sajnos ugye ez egy elég nagy probléma itt a magyar emberek körében, és nem is csak a magyar emberek körében. Például van egy kutatás, az angolok karácsonykor 6000 kalóriát fogyasztanak, több mint kétszeresét, amit ugye szoktak. Nagyon oda kell figyelnünk, már tudatosan tervezzünk, akárhogy milyen ételek, milyen összetevőket vásárolunk, milyen gyümölcsöket, zöldségeket, akár milyen tésztákat, milyen összetevő ételeket. Azért a karácsonynak van egyfajta hagyománya, a megfelelő ételek kerülnek az asztalra, gondoljunk a halászlére, bár a hal az ugye egészséges, azt szokták mondani, de azért ott a töltött káposzta, azt is lehet, azt mondják, kicsit fogyókúrásan készíteni, és talán nem is ezekkel az ételekkel van legfőképpen a gond, hanem a sok-sok süteménnyel, édességgel. Igen, főleg a süteményekkel van a probléma, hiszen nagyon sok cukrot és nagyon sok plusz zsírt tudunk bevinni ezekkel. Nagyon jó, hogyha egy kicsit széjjel nézünk az interneten, milyen reformrecepteket tudunk találni, akár itt a cukor helyettesítésére is használhatjuk az eritritet vagy stíviát, ami ugye nagyon divatos és nagyon jó is, hiszen kalóriaértéke nincsen. Akár ugye lisztekből is használhatunk teljes körlésű liszteket, akár gluténmentes liszt, hiszen sokak ugye a vendégek közül is már gluténmentesen, laktózmentesen étkeznek, és erre jó, hogyha odafigyelünk, hogy nekik is tudjunk kedveskedni.
a fő étkezéseinket, mondjuk a szenteste, vagy például a karácsonyi ebédek, hogyan tudjuk egy picit változatosabbá tenni, és ezáltal a kalóriákból lefaragva. Ugye némileg már említettél egy-két ötletet, de például a zöldségféléket is be tudjuk iktatni ebbe az étrendbe? Természetesen ugye egész évben oda kell figyelnünk a zöldség-gyümölcs fogyasztásra. Ugye az okos tányér szerint, az okos tányér elve szerint ugye a tányérunkon fele zöldség vagy gyümölcs legyen, a második része pedig akár ugye tejtermékek, halak, húsok, illetve az egyharmad része pedig gabonatermékek. Az is probléma szokott lenni, ugye, hogy szinte déltől vacsoráig kint vannak az ételek, és rá-rá járunk. Ez egy rossz praktika, rossz szokás, ugye? Mert arra ösztönöz bennünket, hogy együnk megint csak? Igen, bár jobb, hogyha sokszor kisebb adagokat fogyasztunk, és nem egyszerre rohamozzuk meg az asztal. Nagyon fontos, hogy szépen lassan együnk, beszélgessünk közben, és ne leüljünk az asztalhoz, és akkor mindent egyszerre megegyünk gyorsan. És ugye fontos még a vízfogyasztás is, hiszen hogyha egy-két pohár vizet előtte elfogyasztunk, vagy az étkezés közben, akkor már nem fogunk annyit kívánni. Vagy a tányérok mérete is lehet meghatározó, és egy kicsit korlátozó, azt szokták mondani? Igen, így van. Hát, hogyha kisebb tányért választunk, akkor nagy valószínűséggel kevesebb ételt is fogunk fogyasztani. Na, itt van például a svéd asztalnak a problémája, ugye, hogy ebből is szeretnék enni, meg abból is. A tányér valóban kicsit, de lehet többször fordulni, és néha belesünk abba a hibába is, hogy nagyon sok mindent a tányérra pakolunk, és aztán el se tudjuk fogyasztani. Igen, mindig csak egy-egy kis szeletet, egy-egy kis húsit, egy pici salátát szedjünk a tányérunkra, inkább több salátát. Salátát is, kevesebb húst, kevesebb zsírosabb húst, és ugye figyeljünk oda a süteményeknél is, hogy milyeneket fogyasztunk és mennyit. Hát milyeneket, ugye a beigli, a mézes kalács az elkerülhetetlen, szerintem még a kókuszos sütemények is ott vannak ilyenkor az asztalon. Hogyan csináljuk? A krémes sütemények ugye azok is igézőek, tehát hogyan, milyen praktikát lehet bevetni itt mondjuk karácsonykor, hogy tényleg ne együk degeszre úgymond magunkat? Igen, hát ahogy már említettem, mint a cukorfogyasztás ugye ide kerül a témában, jó, hogyha akár édesítőszerrel készítjük el, vagy ugye a magasabb rosttartalmú liszteket választjuk, ugye ezeknek a telítőértéke magasabb, és kevesebbet fogunk kívánni belőlük. Vagy például ne szeljünk le olyan sok szeletet? Hát ez is egy jó taktika, igen. Mindig csak egy kicsit szedjünk, és akkor azt együk meg. És tudatosan válasszuk ki, hogy miket szeretnénk fogyasztani. Vagy nekem még az jutott az eszembe, hogy porciózzuk ki mondjuk a napi adagot egy tányérra, és hogyha az elfogyott, akkor már ott tényleg ne történjen több szeletvágás, úgymond. Igen, vagy az is nagyon jó, hogyha leírjuk, hogy egy nap mit ettünk, nyilván így is korlátozzuk önmagunkat, és akár kalóriákat is ki tudunk számolni, hogy egy nap mennyi kalóriát vittünk be. Van, aki azért már készül karácsonyra, bevallom őszintén, hogy én is mindig arra gondolok, hogy hú, a karácsonykor többet fogok enni, mint a megengedett, ez biztos, ezért előtte már egy kicsit megpróbálom visszafogni az étkezéseket. Ez is jó taktika lehet? Hát akár igen, vagy hogyha mondjuk 25-én ugye egy nagyobb adagot sikerül elfogyasztani, akkor gondoljunk arra, hogy 26-án egy kicsit visszafogjuk az étkezést, és akkor kevesebb kalóriát fogyasztunk. Na tényleg ez is egy jó taktika, hogy mondjuk egyik nap egy kicsit engedek ezen a bizonyos övön, utána pedig visszahúzok. Milyen veszélyekhez vezethet az, hogyha valaki például hozzá van szokva ahhoz, hogy mondjuk kisebb, kevesebb adagokat eszik, és jön a karácsony, és megterheli a gyomrát, akkor ez milyen problémákhoz vezethet? Mi szokott előfordulni? Hát általában ugye a rosszulét, a hányinger, ugye nem szoktunk hozzá ezekhez a zsíros ételekhez, mint például a halászlé, töltött káposzta, ugye ezek nagyon meg tudják ülni a gyomrunkat, és ugye ezért szeretném én is ezt mondani a nézőknek, hogy minél több zöldség, minél több folyadék. Na és a másik probléma, hogy eszünk-eszünk, és nagyon keveset mozgunk. Mit csináljunk a karácsonyi időszakban, vagy a két ünnep közötti időkben, ahhoz, hogy mondjuk a kalóriákat elégessük? Igen, már akár 30 perc napi mozgás is nagyon jól tud esni a szervezetünknek, vagy ugye rengeteg otthoni videó van ugye az edzésekről, hogyha beteszünk egyet-kettőt, vagy akár már 15 perces kis átmozgató torna is nagyon jól tud esni. Sétáljunk egy-egy nagyot a szabadban, hát hogyha az időjárás is kedvező lesz, vagy vigyük el a kutyát sétálni esetleg, ezek is jó ötletek.
Persze, vagy akár a karácsonyi vásárban egy jó forró tea kíséretében egy jó nagy séta, akár egy órás séta is nagyon jól tud esni. Igen, tehát legyünk mértékletesek, ez nagyon fontos, ugye? És mi van akkor, hogyha valaki mondjuk például cukorbeteg, vagy olyan problémái vannak, ami ugye az étkezés befolyásait, már említettük ugye a különböző allergiákat, tejallergia, glutén, mindenféle megjelenik manapság, nekik hogyan készítsük az ételeket, vagy például a cukorbetegek hogyan tudják átviselni ezt az időszakot? Igen, a cukorbetegeknek ugye az egész évben oda kell figyelniük a cukorbevitelükre. Ugye náluk sokszor kevesebb adagokat kell fogyasztani, napi 5 étkezést, illetve ugye a szénhidrát bevitelre is oda kell nekik figyelni. Ezért ugye akár cukormentes sütiket, hogyha tudnak fogyasztani, kisebb étkezéseket. Igen, azért valljuk be, hogy ha ráállunk a mérlegre karácsony előtt és karácsony után, azért óhatatlan, hogy szinte mindenkin lesz 1 vagy 2 kilogramm plusz. Szerintem ez még nem is lenne olyan óriási baj, de mennyi alatt lehet ezt a 2-3 kilogramot akár lett dolgozni? Heti fél kilós fogyás lenne az, ami a mérvadó lenne, hiszen ugye, hogyha egyszerre nagyon kalóriákat visszafogjuk, akkor nyilván farkaséjségünk lehet a következő napon is, akkor már nem lesz olyan a fogyás. Nem lesz olyan hatékony a fogyás. Igen. Rengeteg fogyókúra van. Milyen veszélyei vannak ezeknek? Ugye most itt a karácsony kapcsán nem csak a túllevésről kell, hogy beszéljünk, a gyomorrontásról, a megterhelésről, hanem bizony arról is, hogy mondjuk azért vannak olyanok, akik nagyon vissza tudják fogni magukat, nagyon nagy akaraterejük van, és az azt jelenti, hogy ők karácsonykor sem esznek túl sok süteményt, nem esznek zsíros ételeket, de túlzásba is lehet ezt is vinni. Melyek a hatékony és jó módszerek fogyás tekintetében? Igen, itt nagyon jó, hogyha tudatosak vagyunk, de igen, kicsit túlzásba is lehet esni, ahogy te is említetted. Fontos, hogy jókat tegyünk, tehát hogy azért mértéktartóak legyünk, de nyugodtan, hogyha megkívánunk egy-két süteményt, akkor azt fogyasszuk el. Nyilván itt nagyon fontos, hogy a napi kalória mennyiség az mennyi lesz, és azt szerint osszuk be, hogy mennyit fogyasztunk egy nap. Nagyon sok módszer van, aki tényleg a kalóriákat számolja, most már minden fenn van az interneten, tehát bármelyik gyümölcsnek dekagramra rá lehet nézni a kalória tartalmára. Van, aki például gramra eszik, tehát méri az ételeket. Ez egy érdekes újdonság volt számomra. Létezik ilyen is akkor ezek szerint. Milyen hatékonysága van ennek a fajta diétának például? Igen, már rengeteg ilyen applikáció létezik egyébként, amit tudunk használni. Csak beírjuk, hogy mit ettünk, mit fogyasztottunk el egy nap, körülbelül mennyi volt ez a mennyiség. Igen, nyilván jobb, hogyha lemérjük, és akkor pontosan tudni fogjuk, hogy hány gram volt, és kiszámolja nekünk az alkalmazás, hogy ez mennyi gram zsír volt, fehérje, illetve szénhidrát, és számol is nekünk egy napi kalória mennyiséget, hogy mennyit vittünk be. Régen volt ez a 4 napos diéta, amivel óriási súlyoktól szabadultak meg a férfiak és nők. Na és majd erre majd visszatérünk, hogy vajon nőknél ennyire tudatos a fogyás, vagy a férfiaknál is. Az nagyon hatékony volt, de utána visszaugrottak a kilók. Most már mindenféle böjtölésről hallunk, amikor 16 órától másnap 8 óráig nem lehet enni, meg a keto diéta, meg egyebek. Hogyan lehet ezek között, a diéták között eligazodni, és milyen veszélyei vannak ennek? Igen, hogyha nem tudunk eligazodni, vagy nagyon sok az információ, akkor jó, hogyha felkeresünk egy dietetikust. Itt az egészségfejlesztési irodában is dolgozik nálunk egy dietetikus, bármikor fel lehet keresni, és segíteni fog összeállítani egy étrendet. Szerintem majdnem minden ember fogyókúrázott már életében. Szerintem is. Ugye? Igen. Hasznosabb vagy kevesebb esettel, kilogrammal úgymond, vagy eredménnyel lehet ezt mondani, úgyhogy nagyon nehéz eligazodni ezek között a diéták között. Szerintem mindenkinek meg kell találni azt, hogy mi a leghatékonyabb. Tehát sokan azt mondják, hogy esznek napközben, és aztán nem vacsoráznak. Ez milyen lehetőség? Hát azt szoktuk mondani, hogy lefekvés előtt 2 órával már nem javasolt fogyasztani ételt,
viszont nyugodtan lehet, hogyha például 11-kor fekszünk le, akkor 6 órakor még nyugodtan ehetünk. Tehát az tévhit, hogy 6 óra után már ne fogyasszunk semmit. Jó, hogyha nem eszünk cukros ételeket, jó, hogyha nem eszünk magas szénhidrát tartalmú ételeket este, inkább könnyebb, fehérje, dús és zöldséggyümölcsben gazdag ételeket fogyasszunk. Említettem itt a férfiak és a nők arányát. Most már a férfiak is nagyon hiúak, és egyre inkább odafigyelnek a súlyukra, kinézetükre, megjelenésükre. Az egészségfejlesztési irodáknál lehet valami tapasztalatot mondani ezzel kapcsolatban, hogy például hányan érdeklődtek a diéták iránt, vagy hányan vettek részt a mozgásprogramokban, amelyet az egészségfejlesztési iroda szorgalmazott, és ott ingyenesen ajánlott például az érdeklődőknek? Hát elsősorban a hölgyek érdeklődnek, sajnos, de egy-két férfi is jelentkezik akár a testsúlykontroll programunkra, ugye, ami egy funkcionális edzés takar magában, ugye heti kétszeri edzést, és ott azért szép számmal jelentkeznek ők is. Mit lehet így összefoglalásként mondani, akkor a karácsonynak hogyan menjünk neki, hogyha egy picit szeretnénk a súlyunkra odafigyelni? Legyünk tudatosak először is, válogassuk meg az élelmiszereket, miket viszünk be, és nézzünk szét egy pár reformrecept vagy süti recept irányában is, ezeket hasznosítsuk és készüljünk fel. Nagyon szépen köszönjük ezeket a hasznos információkat. Kedves nézőink, önöknek pedig azt kívánom, hogy minél kevesebb kilóval visszaéljék át az ünnepeket. Kedves nézőink, ezzel napi aktuál című rovatunk végére értünk. A reklámok után a sportmagazinunkkal várjuk vissza önöket, maradjanak továbbra is velünk. Hangulódjon az ünnepekre a Váci Villel! Térjen be üzletünkbe és tekintse meg kül- és beltéri karácsonyi kínálatunkat. Számtalan fényfűzér, ablak és asztali dísz, zenélő, beszélő, világító figura közül válogathat. Nálunk mindenki fog ajándékot találni szeretteinek. Férfiaknak kézi szerszámok és szerszámgépek, hölgyeknek konyhai gépek és faliképek, gyermekeknek pedig éjjeli hangulatfények és plüss figurák. De ne csak az ünnepi készülődés miatt gondoljon ránk, válasszon megújult lámpakínálatunkból, és alakítsa otthonát egyéni ízlése szerint, vagy keresgéljen több ezer egyéb termékünk között. Minden kedves vásárlójának és üzleti partnerének meghitt, szeretetben gazdag karácsonyt kíván a Váci Via Kft. Akkor lehetünk sikeresek, ha a képességeink lehetőségekkel találkoznak. Ebben mindannyian egyformák vagyunk. Támogass minket, és megmutatjuk, mire vagyunk képesek. Adj lehetőséget, és büszkévé teszünk egy egész országot. Figyelj ránk, mert közösen nagy dolgokra vagyunk képesek. A Szerencsejáték ZRT hisz abban, hogy a korlátokat lehetőségekkel lehet lebontani. Tarts velünk egy akadálymentes jövőért! A tavasz első napsugarai melengedték, harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. Oh,
Makers come together in the alright. That's where you'll remember who you are. And we could be anything, anything we want. And we could be anything, anything we Halló? Peti vagyok. Imre bácsi, átment? Nagyon örülnék. A Vodafone több ezer magányos emberhez visz eszközöket és internetet. Tegyünk érte együtt, hogy idén karácsonykor senki ne legyen magányos. Together we can. Vodafone. Játsz nagy karácsony sorsjegyünkkel, és nyerj akár 100 millió forintot. Részletek a lottózókban és a szerencsejáték.hu oldalon. A koronavírus okozta gazdasági válság után Magyarországnak előre kell mennie, nem hátra. Emlékszünk a múlt kudarcaira. A Gyurcsány korszakban a munkanélküliség az egekben volt. Csökkentették a nyugdíjakat. Az ország a csőd szélére került. Mégis vannak, akik visszafordulnának. Most előre kell mennünk. Minimálbér emelés, adómentesség a 25 év alatti fiataloknak, adóvisszatérítés a családosoknak, és 13. havi nyugdíj az időseknek. A kormány azon dolgozik, hogy Magyarország megerősödve kerüljön ki a válságból. Magyarország előre megy, nem hátra. Ez már a Szentes Televízió sportmagazinja, eheti magazinunk tartalmából. Tovább folytatódott a kistérségi teremlabdarúgó bajnokság a Hungerit kupáért. Stúdiónkban Benedek Tibi bácsival és Bocskai Istvánnal beszélgetünk Tibi bácsi sportéletmű díjáról. Következzenek a részletek. Tovább folytatódott a kistérségi teremlabdarúgó bajnokság a Hungerit kupáért. A három csoportban zajló bajnokságban ismét izgalmas mérkőzéseket láthattunk, az első fordulóhoz képest kevesebb góllal és meglepetéssel. A C csoportban a MAS SE Hungerit 1 csapatai játszották a legtöbb gólt hozó mérkőzést, ami a végére kezdett izgalmassá válni, hiszen a Hungerit 1 csapata 8-1-es hátrányból az utolsó percekben feljött 8-4-re. A nap másik küzdelmes, kemény, de sportszerű mérkőzés a B csoportos Menők és Eperjes találkozó volt, ahol a Menők végül is 2-0 arányban győztek. Hogyan láttad a meccseket? Hát az első mérkőzés, azt úgy mondhatjuk, hogy könnyű egy mérkőzés volt, egy régi összeállt brigáddal, aki nem nagyon tudott játszani. Ez ugye az 17-0-val
nyertünk. Ez a második csapat, ugye ez Lévai Jocóék, Hungerit egy, azért ők nagypályán jobban játszanak, mint kispályán, és azért ez már húzósabb meccsünk volt. Nagyon elmentetek, azt hiszem 8-1 is volt, a végén pedig 8-4 lett. Igen, 8-1-re vezettünk, és ugye a végén egy kicsit elfáradtunk, meg hát na, leadtuk egy picikét, és ők egy picit magasabb fokozatra kapcsoltak, és így hát na, találtak gólokat. Kikből áll a csapatotok? Hát ugye a megye 4-es játékosokból, és ehhez még párosult két új játékos, akinek ne haragudjon, nem tudom úgy a nevét, valami Kis Szilárd, meg Takács Szilveszterrel, meg ugye testvér bátyám, a Benedek Tibor is hozzánk csatlakozott. Ezek az új játékosok kiegészítő emberek, vagy most nem voltatok ki egyébként? Igazából mi ilyen baráti társaságnak indultunk ezen is, és ők így most kiegészített, de ők majd jönnek velünk most már folyamatosan majd. De nem most vagytok itt először a Hungeriten? Én Orosz Jancsékkal elsőnek játszok a Hungerit kupán. Régebb óta Szűcs Jancsékkal védtem, de igen, nem ez első már így. Nagypályán is véd? Igen, védek a Szegvár nagy csapatában, megyek kettőben. Ugye Szegváron is most két csapat van, hát ott azért most föllendült a futballra élet egy kicsit. Igen, sajnos, hát nem sajnos, mert örülünk neki ennek, hogy van egy megye 4-es, de hát ugye tudni kell, a megye 4-es csoport az egy szentesi baráti társaságból alakult ki, és ugye aki nálunk nem fért be a csapatba, az oda lementek játszani, hogy tudjanak jól játszani. Így legalább minden hétvégén van meg Szegváron. Így van, minden hétvégén, nagyon örülünk az közönségnek, ők is örülnek ennek az eredményeknek, úgyhogy csak így megyünk tovább. Most egész jól szerepelt a nagypálya, de visszatérve ide a kispályához, nektek egyfajta felkészülési torna, örültök, hogy egyáltalán ebben a rossz időben itt lehet játszani? Igen, mi úgy vettük, hogy alapozásnak nagyon jó ez a Hungerit kupa, hogy tudjunk, játékba tudjunk maradni, tehát ne üljünk otthon, ne essünk ki a kondícióból, igen, inkább felkészülésképpen van. Ugye te kapusposzton játszol, mennyire rafináltak a csatárok? Hát nagyon. Igazából aki tud játszani, azt nagyon nehéz megfogni. Tehát látható volt most is, hogy a meccsen a Józsa Danék ellen egy rutinos csatára nagyon nehéz mit kezdeni. Tehát nehéz. Tehát gyorsabb játék van, sokkal gyorsabb, mint a nagypályán. Kevesebb idő van arra kiszámolni a labdának az ütemét, hogy hova fog pattanni, hogyha el is lövik. Nézted, gondolom a csoportnak a többi részét, ugye ti D-csoportosok vagy, C-csoportosok vagytok. Hogy látod, azt hiszem áll nektek most a torna. Igen, de ott van például Mihály Robi égcsapata, akik ugye Mihály Robi, Nagy Pisti, ugye ők is nagyon tudnak játszani, ők azért keményebb diók lesznek. Vannak gyengébbek csapatok, ugye például itt vannak a Hungerit Gyöngyei, majd kialakulnak itt a helyzetek, nem tudom még, tehát egyelőre még nagyon jók vagyunk. Ugye itt vannak a hungerites lányok, akik beneveztek a csoportba vannak. Játszottál már lányok ellen? Nem, életemben nem játszottam, úgyhogy majd próbálunk rájuk vigyázni. Igen, épp ezt akartam kérdezni, illetve a lányok mondták, hogy azért rendesek voltak a meccseken a srácok, az ellenfelek, mert azért nem rúgták őket agyon. Igen, hát amit látunk belőlük, azért úgy játszanak, hogy próbálnak vigyázni a lányokra, azért ez mégis a teremben csak egy férfi sportág, nem egy női, de szurkolunk. Főleg egymás ellen. Hát igen, egymás ellen, tehát azért próbálunk vigyázni egymásra. Sajnos nem sikerült a mai mérkőzésünk, de küzdelmes volt, ez biztos. Ugye kispályán, nagypályán is játszotok, de hogyan értékeled ezt a lehetőséget, hogy azért a kisebb településeknek, a játékosainak is van módjuk arra, hogy télen játszanak? Ez a lényeg az egészben, mi is ezért csináljuk, hogy a mozgás lehetőségét meg tudjuk teremteni. Nagyon örülünk, hogy itt most Szentesen ez a kispályás torna újra beindult, ugye tavaly évben ez nem volt lehetséges. Ugye említetted, hogy nagypályán is futballozunk, szerencsére már második éve, hogy megalakult az Eperesi Labdarúgó Egyesület, Eperesi Futballklub, a megye 4-ben vagyunk most jelenleg, de így most a holt szezonban tudunk a kispályára is nevezni. Hát gondolom némi fizikai felkészítés is jelent ez.
Néha muszáj, igen, igen, nagyon jól is jön, mert az alapozás nem mindig úgy sikerül, ahogy kellene, úgyhogy ez besegít nagyban. Gondolom, Epelyesen se nagyon van sportcsarnok. Csarnok még nincs, de hát ha egyszer lesz. Hát nyilván egy polgármesternek erre is oda kell figyelni, hogy a jövő fejlesztésében. Hogyan telt az elmúlt időszak a sport területén, hiszen azért te, mint a település első számú embere, nyilván igyekszel minél több egészséges lehetőséget biztosítani. Igen, ugye említettem, 19-ben megalakult újra a labdarúgó csapatunk, azóta folyamatosan indulunk a labdarúgó bajnokságban. Idén sikerült egy pályázatot is nyernünk, sikerült felújítanunk a pályának több részét is, két labdafogó hálót sikerült beszereznünk, illetve a kispadokat renováltuk. Nem renováltuk, mert ideig nem volt, most két szép új kispadunk is van. Illetve az öltözőt tudtuk még fejleszteni, úgyhogy egy sikeres év áll mögöttünk. Ugye nagyon sok programot szerveztek, több programot, ami nagyon sok fiatal vesz részt, nem csak Epelyesen, hanem a környező településekről is. Hát ugye ez a Parasztolimpia mindenféleképpen kiemelkedik. Terveztek jövőre is ilyesmit? Igen, ugye ez már hagyomány nálunk minden évben, hogy ezt a nyári programot falunap keretein belül megvalósítjuk, egyre nagyobb a népszerűsége. Emellett több kisebb programunk is van, és nagyon örülünk tényleg, ahogy említetted, hogy egyre nagyobb a látogatottsága minden programunknak. És akkor visszatérve ugye erre a kispályás focira, múlt héten hogyan szerepeltetek? Múlt héten két mérkőzésünk volt, az elsőt megnyertük 2-1-re, a másodikat sajnos nem sikerült, ott 3-1-re alul maradtunk, de bízunk benne, hogy még lesznek nyertes meccseink. Ugye ez a torna arra mindenféleképpen jó, hogy összetartja a csapatot. Nálatok csak epegyesiek vannak, vagy vannak vidékiek is? Nem, vannak környékbeli településen élő fiatalok is, úgyhogy ez egy nagyon jó kis közösség, büszkék is vagyunk rá. 20-22 fővel vagyunk a labdarúgó egyesületünknél, és komolyan kimerem jelenteni, hogy nagyon összetartó brigád vagyunk. Meccsek után egy kis vacsora szokott általában lenni, összegyűlünk, megbeszéljük a dolgokat, jól érezzük magunkat. Hát ugye sarkalatos pont az ifjúsági csapatnak az indítása, meg szereplése. Hát ugye nem sok lehetőség van Epelyesen ezt megoldani. Milyen lehetőséget találtok ti? Az ifjúság részére? Nagyon sok szabadidős programot szervezünk, főként gyerekeknek is. Emellett most létesítjük a konditermünket, új szabadidős parkot próbálunk kialakítani, úgyhogy próbálunk többféle szintéren is helytállni mindenféle korosztálynak. Kedves nézőink, néhány héttel ezelőtt Szentesváros önkormányzata ismét megrendezte az év sportolója díjátadót, ahol az életműdíjat ezúttal Benedek Tibor tanár úr kapta meg. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdiónkban, gratulálok Tibi bácsi, és szeretettel köszöntöm a kérdezőtársamat, Bocskai Istvánt is. Együtt fogunk téged, Tibi bácsi, faggatni, és a nézők remélem, hogy megbocsátják, hogy tegeződni fogunk, hiszen én igazából a tanáriban mondhatom, hogy ülök melletted, Pisti pedig a lelátón, tehát ilyen a kapcsolat közöttünk. Először is még egyszer gratulálunk nagy szeretettel, és meglepetés volt ez a meglepetés? Hogy élted meg? Igen, meglepetés volt a meglepetés. Magáról az eseményről nem tudtam, hogy mikor lesz, mert ez szerintem tavasszal szokott lenni, ez a sportolói értékelés, díjátadás. És most ugye ez a Covid helyzet miatt talán nem is volt tavasszal semmi, vagy csak ígérték, hogy majd lesz, de akkor zárlat volt. És aztán, amikor még mielőtt a meghívót megkaptam volna, azelőtt már félfüllel már pedzegették, hogy akkor itthon vagyok-e aznap, meg hol vagyok, és akkor sejtettem, hogy valami lesz a meghívóból, meg aztán kikövetkeztettem, hogy nem én vagyok az élsportoló most, meg nem én nyertem az aranyérmeket, mert ugye azokat a sportolókat díjazza ilyenkor Szentesvárosa, akik az előző évben országos eredményeket vagy nemzetközi eredményeket értek el. És hát ott az egyik rovatot azt kifigyeltem, hogy valószínűleg a korom miatt már az enyém lesz.
Mit szóltál egyébként? Már gondolom voltál több ilyen rendezvényen, ahol mások már például ilyen díjat átvettek. Hogyan fogadtad, milyen érzések voltak benned? És ugye tegyük hozzá, hogy készült egy kis film, amit előtte megnéztetek. Ezt hogyan fogadtad? Kollégák, gyerekek beszéltek rólad. Sok ilyen ünnepségen voltam már az előző években. Iskolai gyerekek, akik eredményt értek el, azokat a tanárokat is meghívták rá, vagy edzőket. Tehát voltam vízilabda miatt is, voltam iskola miatt is ilyen ünnepségen. Még valamikor, amikor nem volt meg a sportcsarnok, akkor a zeneiskolában is volt ilyen díjátadó, akkor hasonló ünnepségen. És emlékszem azt, elődeimre is, akik megkapták, megható ünnepség volt mindig, és hát én is nagyon örültem, hogy ilyen különleges produkciót is kaptam, ugye, mert ez ilyen még nem volt. Tehát az előző években is kaptak oklevelet, kupát, de ez, hogy ilyen különleges műsor volt hozzá, hogy videó, meg a tanítványaim nyilatkoztak, meg kollégáim, meg munkatársaim nyilatkoztak arról, hogy én miért is kaphattam ezt a díjat. Ez nagy meglepetés volt, és ott hát erről nem tudtam, hogy ilyen lesz. Pisti, te ötleted volt? Hogyan jött ez a dolog? Csapatmunka volt, és úgy gondolom, hogy tényleg mindenki, aki a filmben szerepelt is és beszélt is, vagy bármilyen módon hozzátett, az benne volt. Hetek óta ment már a készülődés. Tulajdonképpen már tavasszal, nyár elején elindult, tehát a sepsiszentgyörgyiekkel már jó időben föl lett véve a kapcsolat. És, tehát először csak az volt, hogy számomra onnan indult be az egész, hogy fú, ebben valami nagyon klassz dolgot lehet csinálni. Amikor felhívtam pont a Nagy Zoltán urat, aki aztán itt is volt a helyszínen, hogy nem tudnátok küldeni esetleg egy szép oklevelet, vagy valami. Mi az, hogy hát el is megyünk. Ha meghívtak, el is megyünk ide. Tehát, hogy annyira tisztelettel, szeretettel viszonyultak, és bárki, akivel ebben a kérdésben beszéltünk, egyeztet. Az ember azt érezte, mintha áldás lenne a dolgon, hogy mindenki nagyon segítőkész volt. Tehát mindenki, szinte visszatükröződött az a szeretet, amit te éveken át, évtizedeken át adtál. De biztos érzed, hogy szeretnek az emberek. Hál' Istennek, igen. Hát valóban nagyon szép vélemények és gondolatok hangzottak el ott ezen. Én a kollégákkal is beszéltem egy pár szót, és majd azért a beszélgetés folyamán ki fog derülni, hogy miket is mondtak róla Tibi bácsi. De ugye azt mondtad, hogy nem él sportolóként vettél most részt ezen az ünnepségen, akkor adódik a kérdés, hogy voltál él sportoló? Mit sportoltál? Hogyan indult a pályafutás, és miért lettél pedagógus? Hát az úszással kezdődött az egész, ugye, amikor harmadik, negyedikes voltam, akkor a Horvát László Rozoga tanár úr tanított itt nagyon sok gyereket Szentesen, és hát én is az ő keze alól kerültem ki. Még valamikor nagyon régen a régi úttörőháznak az udvarán van még egy medence, az mindig megvan. Az akkor üzemelt az én kisgyerekkoromban, és ott tanultunk meg úszni Rozoga tanár úrtól, és aztán onnan egyenes út vezetett a Szentesi úszodába, a úszóklubba, akkor még együtt volt a vízilabdaklub is, meg az úszóklub is, és úszóként kezdtem, és 7.-8. koromig, mint úszó versenyző vettem részt ilyen kisebb versenyeken, nagyon nagy országos versenyen, ilyen diákolimpián voltam, de igazán érmet, mint élsportoló nem nyertem, és aztán elkezdtünk vízilabdázni, ott pedig ugye Rébeli Józsó bácsi volt a felnőtt csapatnak az edzője, Rébeli Szabó József, ugye, akiről most az úszoda is el van nevezve, mindenki Józsónak ismerte annak idején, ő kezei alatt, meg Mikó Józsi, volt akkor az edző, meg Dobosi Lajos, aki, mint vízilabdást engem elindította a vízilabda útja fele. De hát lent éltünk a strandon. Tehát szó szerint az iskola
pár óráján kívül mindig lent voltunk nyáron, meg reggeltől estig. És így lettem az élsport közelébe. Tehát én felnőttként nem játszottam első osztályú csapatba, mert akkor már az volt a Szentes, de felnőttként nem játszottam, csak utánpótlásként, utánpótlás csapatokba, gyerekserdülő, ifit, tehát korosztályos csapatokba játszottam. Akkor még az se volt első osztályú, mint most, hanem Budapestre jártunk vonattal, külön busszal, még úszóversenyre, még teherautóval is mentünk, amikor jártunk. Ott vannak olyan eredményeim, hogy a csapat tagja voltam, de kiemelkedő élsport tevékenységem vagy eredményem nem volt. És hogy lettél pedagógus? A családban volt valaki esetleg? Hát a pedagógusság az édesanyámtól adódhat, mert édesanyám tanítónéni volt, ő pedig a Dunántúról került ide az Alföldre, abban az időben, amikor ugye a háború után nem választhatták a tanítónénik, hogy hova mennek, hanem az állami vezetés kijelölte, hogy te a Dunántúli kisfaluból gyere el ide, nem is Szentesre, hanem a Derekegyháza mellett Ördöngősre került, egy ilyen osztatlan iskolába, és ott volt tanítónéni. Népgazdasági érdekből. Hát ezt pontosan nem tudom megfogalmazni, hogy miért, de ez volt a akkori lehetőség. És hát a apai vonalon pedig szintén vannak pedagógusok. Édesapám még heten voltak testvérek, nagy család, abból kettő pedagógus volt, egy zenetanár, egy tornatanár, mert ő még akkor a Karcsi bácsi, ő még akkor így hívták még a testnevelőket, hogy tornatanár, mert az iskolába tornát oktattak. Tehát valószínűleg hát ilyen családi örökség ez nekem, hál' Istennek, hogy így is akkor. Anyukámhoz sokat kijártam az iskolába, iskolaidőben, hát amikor napközibe kimentem hozzá, és ott már láttam, hogy valószínűleg nekem is lesz ilyen adottságom, vagy lehetőségem, és akkor aztán már középiskolás koromban, olyan gimnazista második, harmadikos voltam, akkor meg már egy idősebb tornatanár bácsinál, Vindis Lajos bácsinál, segítettem a úszásoktatásba gyerekeket, tehát már ott is láttam, hogy majd ez lesz, és aztán az érettség után pedig hát ebbe az irányba indultam. A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola az első munkahelyed volt? Igen, akkor éppen ideiglenesen úgy hívták, hogy Köztársaságtéri Általános Iskola, de az épület az ugyanez volt, meg hát a története ugye az itt volt, ott volt. Igen. Bevallom, hogy én onnan ismerlek Tibi bácsi diákként, te már akkor ott tanítottál. Pisti, te hogy ismerkedtél meg Tibi bácsival? Az úszodában természetesen, és számomra is föltűnt a hallatlan nyugalma. Igen, ezt mondják a kollégák is. 92-be kerültem az úszodába dolgozni, és én azért kedveltem meg a Tibit, mert hát azért egy úszodába borítékolható, hogy előbb-utóbb, ha az ember valamit szeretne csinálni, akkor valaki nem ugyanazt akarja csinálni, és valami kis konfliktus kialakul. És azokban az években például ilyen dolgot, hogy a úszósapkába kéne bemenni úszni a medencébe, mert különben a hajtól eldugul az akkori vízforgató berendezéset. Ezt az ember nem oda nézett, akkor már nem foglalkoztak vele. De abban biztos lehettem 100%-ig, hogy amit ott meg van határozva, Tibi a tanítványain keresztül biztos, hogy úgy csinálj. Tehát mindenféle szempontból azt a fegyelmezett, becsületes, jóra való magatartást képviselte a tanár úr is, és az általa hozott gyerekek, mindenki köszönt, amikor érkeztek, elmentek, amire az ember ott dolgozóként felfigyel, és tiszteletre méltónak találja. Aztán később a vízilabda klubban voltak
kapcsolataink, találkozásaink, és hát én csak ugyanazt tudom mondani, amit a tévébe bárki, hogy ha Tibi nem lett volna azokban az években, hát biztos akkor is lettek volna mérkőzések, de azt a odaadó és csodálatos háttérmunkát, amit megteremtett egymagaként úgy, hogy Pesten ezt nem tudom én 6-8 ember csinálja, ez felülmúlhatatlan. Ez a nyugalmad, vagy legalábbis úgy tűnik. Ezt te mennyire érzed, hogy sokkal-sokkal nyugodtabbnak látszol, mint a többi ember? Tehát most csak abból indulok ki, hogy egy vízilabda becsen, én már 6-szor bedobnám a bírót a medencébe, mert úgy érzem, hogy a Szentes ellen fúj. És azért volt, amikor megnyugtattál, hogy jó ítélet volt, elmondtad, hogy miért. Én meg már felemeltem volna biztos a gyerekek mellett 3-szor a hangom, de te még mindig ugyanolyan nyugodtan várod, hogy beállnak a sorba, hogy induljatok az uszodába. Ezt hogy csinálod? Hát, hogy csinálom, nem tudom. Valószínűleg azért, mert jó helyre kerültem. Tehát, ha más szakmát választok, akkor nem biztos, hogy ilyen könnyedén csinálom. Ez szerintem azért van, mert szerencsés vagyok, és azt csinálom, amit szeretek is. Tudod, miből tudom, hogy szereted, amit csinálsz, hogy ennyi éve tanítasz, hány éve tanítasz, Tibi bácsi? Hát 77 óta. 77 óta. És még mindig úgy hozod vissza a gyerekeket, hogy inkább egy picit később, és azt mondod, hogy nagyon jól éreztük magunkat, és nagyon jók voltak a gyerekek, és nem sietsz, és nem leadod az órádat, hanem tényleg oda teszed azt, amit egy gyerek el is vár tőled. És azt mondták, hogy Szentesen nincs olyan gyerek, vagy nincs olyan család, ahol ne te tanítottad volna mondjuk vagy az apukát, vagy a gyereket, vagy az unokát úszni. Hát az iskola az nagy iskola volt már régen is, de hát most kisebb már, de hát volt, amikor majdnem 1000 gyerek járt oda. Hát az a 41-42 év alatt azért tényleg sokat, még sok emberrel találkoztam, sok gyerekkel. Szereted a gyerekeket, látszik. Hát az biztos. Van-e olyan dolog egyébként, amivel téged ki lehet hozni a legendás sodrodból? Hát most ne feszegessük ezt. Ha tovább feszegetjük azt, például vagyok nyugodt. De akkor inkább más kérdezek, hogy azért most nagyon jól kijött ezen az ünnepségen, mert annak kapcsán, amit az emberek írnak, hogy sokak számára példaértékű a te tevékenységed, és még személy szerint is példaképnek tartanak, hogy így ha visszagondolsz, volt-e olyan személy, akire te tényleg úgy tudsz visszagondolni, hogy úgy néztél rá, akár a tevékenységére, akár a személyiségére, hogy számodra is példaértékű volt, vagy irányadó volt, és úgy azokban az években így meghatározó, vagy akár a mai napig is. Hát az iskolai pályafutásommal kapcsolatban igen. Már itt az előbb említettem Horváth László Rozoga tanár urat. Ő aztán a gimnáziumban is a tanárbácsim volt. Bandula Miska bácsit az iskolán szomszédjából, amikor kezdő voltam, ugye nem volt még kerítés annak idején, ugye 603-asnak hívtuk az iskolát, ami most Zsoldos, a mi iskolánk, és gyakran átlestem az ő óráira, sőt az én Lukas órámba át is mentem Miska bácsihoz, és ott szinte ő a Hospitáltam vele, és ellestem a dolgait. Akkor Krámlehel tanár úr a Deák Ferenc iskolába dolgozott. Tehát a nálam idősebb kollégák, ugye, akik már most nyugdíjban vannak, vagy hát már Laci bácsi nincs is köztünk, ugye, ők voltak az én példaképeim. Gyerekkoromban is, meg hát utána a kezdő tanárként is. Tehát ez biztos, hogy nagy nyomot hagyott bennem, hogy tudtam kitől megnézni, hogy volt. Tehát Laci bácsi, ugye Rozoga, tanított is bennünket a gimibe. És hát ott is, valószínűleg az is lettem tesi tanár, mert ővele is találkoztam. Tehát ez biztos, hogy
Meghatározó. Ez meghatározó volt. Most meg már te vagy példakép, mert ahogy kérdeztem a kollégákat, azt mondta az egyik, és rögtön ezt mondta, ezt vágta rá, hogy nem csak a gyerekeket tanítja, hanem minket is. És pedig nem sok beszéddel tanított, hanem példával, példamutatással. Erre gondolt mindenképpen. Hát néha vannak, ugye hát van az iskolában ilyen tantestületi értekezletek, és néha próbáltam, hogy majd én hozzászólok, de az úgy nem nagyon sikerült, mert inkább, hát amit csinálok, azt, hogyha valaki figyeli, akkor lehet, hogy talál olyat, amit ő is úgy szeretne csinálni. A higgadságot szerénységgel is párosul, úgy látom. Hát ez a higgadság, ez valószínűleg abból adódik, hogy tudom, hogy jót csinálok. Tehát jót teszek a gyerekekkel, meg tudom, hogy hova fog eljutni. Ez az úszásoktatásban könnyű, mert ugye oda jön a két gyerek, először vagy fél, vagy nem, vagy jó kedvel jön, vagy félve. De én tudom, hogy ha eljár egy 15-20 alkalommal, vagy amennyi szükséges egy kisgyereknek a mozgása, hogy mi lesz, amikor majd egyszer csak 20 nap múlva rám megy. Azt a gyerek még nem tudja, anyuka se inkább, de én tudom, hogy jó irányba megyünk. Még hát maga ez a testnevelés is, amit ugye tanítok, vagyis hát amivel foglalkozok, én is tudom, hogy nagyon fontos, hogy a gyerek mozogjon valamit egész nap. Ez a mindennapos tesi, ez most nagy előnyünk, meg hát nagy felelősségünk is abban, hogy ezt hogy tudjuk kihasználni, hogy tényleg a gyereket nem leültetjük reggel fél 8-kor, aztán 4 órakor menj haza, hanem valamit tudunk neki adni, ami ugye hát a saját élményeimet is, mert hát mi is mindig mozogtunk gyerekkorunkban. Sokkal többet, mint a mostaniak, mert hát más volt a világ az előtt, meg hát más lesz majd 30 év múlva. Na, megint. Itt megint kapcsolódok. Könnyű vagy nehéz tesit tanítani, és tudom, hogy ugye biológia a másik szakod, azt nem tanítod, úgy hallottam, hogy jó ideje, vagy csak rövid ideig tanítottad. Tehát az egyik, hogy jó vagy rossz, vagy könnyű vagy nehéz, inkább így kérdezem, tesit tanítani. És azért az elmúlt időszakban megváltozott a testnevelés oktatási jellege is, már nem a szigorú rendgyakorlatok vannak csak a testnevelés órán, hanem ugye a játék felé kell elmozdítani a gyerekeket. Ez gondolom nem esett a nehezedre. Hát, hogy könnyű vagy nehéz? Hát azért könnyebb most tanítanom, mert már az előző évek tapasztalata az összejött. Most már könnyebben sorba állítok egy osztályt, meg ha öltözőbe valami olyan hangok jönnek, ami nem kellene, akkor is tudom már, hogy kell. Tehát ezért könnyebb sokkal, mint a kezdőként. Még mai napig is emlékszem az első éveimre, hogy sok mindenen vértizzadtam, mire aztán lett is valami az órából, ezért könnyebb biztos. Hát, hogy a gyerek az ugyanolyan, mint régebben. Akkor csak mi érezzük ezt másként? Hát más nem, hát akkor is voltak olyan gyerekek, akik valami iránt jobban érdeklődtek, még most is van. A föltételek még sokkal jobbak, tehát sokkal jobbak. Hát sokáig dolgoztam úgy, hogy nem volt tornaterem, sok osztály volt. Akkor kitaláltunk mindent, tehát mindenféle mozgást. Például jégpályát építettél, ez a nevedhez fűződik, igen. Pedig akkor még nem volt nagy divat, hogy az iskola udvarán jégpálya legyen, és ott megtanulhatott nem csak mindenki úszni, ugye, mint a mai világban, hanem akár korcsolyázni is. Na, visszatérve itt az előbbi kérdésére Pistinek, hogy a Csehúz Laci. Tehát őt nem felejtettem ki, de most beugrik, hogy a jégpályát meg Lacitól tanultam, hogy kell készíteni. Ő akkor kint tanított a Damjanics iskolába, ugyanabban az években, és ő kezdte a jégpályát ott csinálni. Még hát régebben is volt jégpálya, sokkal régebben, de abban az időben, amikor... És akkor azt tőle tanultam, és hát ahhoz nagyon hidegek kellettek, tehát mínusz 8-10 fokos két hétig kellett, ami mostanában nem nagyon van, tehát inkább nincs is. Tehát már most meg se tudjuk próbálni, hogy hát, ha csinálunk egy jégpályát, meg hát most már van egy fedett jégpályánk is itt Szentesen, azt a Lacitól tanultam. Meg sok minden mást is a testneveléssel kapcsolatban, meg az úszással. Én még azt szeretném megkérdezni, hogy elmégy reggel biciklivel, megtartod az óráidat, aztán átmégy az úszodába, ott vagy... Hát tulajdonképpen vasárnap délután 6-7 óráig sokszor.
hogy abban a kicsi időben, amikor otthon vagy, és van egy kis szabadidőd, akkor mi az a tevékenység, amiben úgy örömedet leled, amiben kicsit feltöltődsz, ami hát, ha hobbinak nem is mondanám, de akár mondhatjuk is, de ami neked jó? Hát most már több az időm otthon, mint mondjuk ezelőtt 20 évvel, mert akkor tényleg így volt, hogy reggel elmentem otthonról, és késő este értem haza. Hát most az unokáim. Unokák. Most az unokák. Van 7 éves kislány unokám, meg egy 5 éves kisfiú unokám. Aranyosak, ha velük lehetek, akkor feltöltés. Az kész, az már minden jó. És ők is gondolom, hogy a sport, a mozgás iránt... Nagyon szeretnek a strandot. Nagyon szeretnek a strandot. Az nagymamával együtt megyünk a strandra, akkor nagyon jó. Olyan embereknek, akik most kezdenek egy sporttársadalmi tevékenységet, vagy sportolni, vagy akár pedagógusként, így ennyi évtized után, mi az, amit úgy tudnál tanácsolni jó tapasztalatként, hogyha neki kezdenek, sportolgatnak, támogatják a sportot, vagy éppen gyerekekkel foglalkoznak? Hát a napi rendjükben benne kell lenni a sportnak. Most ez nem élsportra gondolok, hanem a mozgásra, az, hogy biciklizik, vagy elmegy sétálni a ligetbe, vagy elmegy valamilyen klubhoz sportjátékot játszani, vagy kipróbálja a teniszt, vagy bármi olyan mozgásos dolgot, ami nem az ülés, az szinte kötelező. Annyira kötelező, mint az, hogy reggel fogat mosunk, megfürdünk, meg ebédelni akarunk, vagy még kötelezőbb. Tehát az minden családnak úgy kellene beosztani az ideit, bármi áron is, hogy valami mozgás legyen. Gyerekekkel, önmagukkal, önmagukra is, ha van saját ideje magára, hogy legyen, hogy egy kicsit, csak egy fél órát is, semmi. Ez szinte kötelező. Jobban kötelező, mint bármi más az életben. És ha mondjuk Szentesváros képzeletbeli karácsonyfája alá te oda tehetnél egy ajándékot, bármit, mit tennél oda? Hova? Hát most... Szentesváros olyan helyzetben van, ezzel kapcsolatban az eddigi, ez az elmúlt, mennyi is már most jó régen, 60 éve, hogy itt lakunk Szentesen, hogy ilyen szinte világon nincsen. Annyira közel elérhető bármi itt Szentesen, a szabadtéri mozgás, a vizek, a Tisza, a Kurca, a sportpályák, focizni lehet, karatézni lehet, táncolni lehet. Tehát kerékpárutak. Kerékpárutak vannak, tehát különleges. Ha valaki vidékről ide jön le a strandra egy kicsit pihenni, és az úgy viszi el a Szentesváros hírit, hogy mindenki ide kell, hogy jöjjön. Most legutóbb beszéltem egy régi idősebb kollégámmal, akinek Pesten élnek a rokonai, és azt mondja, hogy vágynak ide, hogy hazajöhessenek, hogy egy kicsikét valamit mozoghassanak. A karácsonyfa alá, hát az atlétika pályát azt rendbe hozatnám. Azt rendbe hozatnám, lehet, hogy a bármi ára sok lenne, de megérni. Ott sokat járunk oda az iskolásokkal, de annak a talaja, vagy a futópálya olyan minőségi legyen, ahol aztán ott a gyerekek tudjanak játszani. Környezete már nagyon szép, a műfüves pálya, akkor a hátrába a füves pályák is egyre szebb, akkor van ez a sportszálló, a futballisták is birtokba vették már. Hát az uszodáról nem is beszélve, hogy az mit változott, meg milyen kincse ez, micsoda értéke ez egy ekkora kisvárosnak, hogy ilyesmiket tudnak itt csinálni a gyerekek is, és felnőttek is, vagy a teniszpályára lemegyünk, ott is rengeteg a gyerek, hál' Istennek. Az uszodában is úszóklub, vízilabdaklub, hát nálunk van 150 igazolt játékos gyerek, akkor van még 50-60 olyan, aki még nincs leigazolva,
az úszóklubnál szintén 200, ha egy, minden nap járnak edzésre, ez minden nap föl kéne venni a televízióba, meg az újságba, hogy ez micsoda ajándék, meg kaptuk ugye az elődeinktől ezeket a lehetőségeket, hogy megteremtették, hogy ilyen óriási ajándéket. Nagyvárosokban órákat kell utazzon ahhoz, hogy valamit csináljon egy óra hosszát. Azt akkor végig az edzésnek mehet haza. Tehát ez nagyon nagy ajándék itt ez a Szentes, úgyhogy én is szeretek itt élni, de javaslom másoknak is, hogy jöjjenek gyakran nyáron is, úgyhogy nagyon jó. Nekünk meg az nagyon nagy ajándék, hogy itt vagy, dolgozol, és teszed, amit teszel. Úgyhogy ezt kívánunk. Nagyon-nagyon jó egészséget, vidámságot, minden jót. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Reméljük, hogy a nézők egy picit jobban megismertek téged. Bár, ahogy mondtam, szerintem minden családban van érintett, aki nálad tanult úszni, vagy te tanítottad, vagy a vízilabda klubnál foglalkoztál vele. Gratulálunk még egyszer, és köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Szervusztok. Kedves nézőink, ezzel a mai műsorunk végére értünk. Sportos témákkal egy hét múlva kedden találkozhatnak újra. Böngészszék Facebook oldalunkat is, hiszen friss információk a kedveskedők önöknek ott is. Legközelebb új adással, szerdán jelentkezünk 17 órakor, akkor már a paletta nyílik ki önöknek. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, mindenkinek kellemes napot és szép estét kívánok. Viszontlátásra!